nézzük. Yes. And shift. Yeah, yes. Igen, és akkor oké. Okay. Akkumulátor lemerülés. Na és akkor itt vagy hánykor kezdtem? Ugye 6-kor kezdtem ma. De át kellett jönni egy másik céghez. 6. És akkor UK. És akkor 6-tól 6.30-ig készen létet nyomok. Hogy kerekszám legyen. Ott van. És akkor 6.30-tól 35-ig pedig egyéb munkát. És mehetünk is. Kész a vezetésre. Fucking big red. Azt meg lehet nézni ezt az autót. Na. Ennek gazdája van. Ki van seperve. Hát jó, mondjuk oda be van folyva valami. Itt is egyébként ki van takarítva. Csak úgy mutatom. Hoppá, vadonatúj spanifer. Gázolaj van, Red Bull van, kedvem van. Akkor mehetünk melózni. Reggeli. Körbenézés. Indexek. Ide szoktam benézni. Látok-e valamit? Ugye? Kerékanyák? Ugye? Ez fontos. Ezt megvan. Szemrevételezéssel össze van akasztva, be van akasztva az a kampója neki. Itt is gumik állapota. Na, ez egy új gumi, meg az is, látszik rajta, meg lett vajazva, hogy rámenjen a gumi, ez új. Hát új vagy, legalábbis most rakták fel. Ezeket kell megnézni. Hátul index jó, világítás jó, mindkét oldalt rendszámtábla megvan. Jobb oldalt, gumik állapota, kerékanyák. Tekerő megvan, néha hiányzik az is. Világítás itt is jó. Ez a gumi is jó. Középső tengely. Levegő kábelek, elektromos kábelek állapota van, hogy ez szét van cseszve. ABS. Úgyhogy nagyjából, hát ez itt még meg lehet nézni. Várja, hozom a kesztyűmet. Ó, hát még a régi kesztyűm is megvan. Még azt tiszteletek, mert otthon hagytam a kesztyűmet. Ugye még nincsen kocsim. Aztán a barátnőm behozott melózni, hogy ne otthon feküdjek. Víz. Ha lebírod venni. Melegen nem vesszük le. Soha. De ezt tudjátok. Van benne. Viszont nem tudom, hogy ahogy lehet amúgy az olaját megnézni ebben az Euro 5-ös DAF-ban. Így itt kell betölteni. Klíma. Pollenszűrő, hűtő, hát ez a klímahűtő, de hát ugye nem is működik benne. Két oldalt kell nyitni, itt az egyik. Jó. Na nézzük. Nézzük, mire ítéltek. Ezt el kell húzni, meg kell nézni.
A napi első jármű ellenőrzéshez hozzátartozik a tükrök épsége, mindkét oldalt duda, bár azt én soha nem csinálom. Itt ugye nincsen semmilyen hibakód. Meg van egyébként egy egész hosszú lista erről. Ezt a kesztyűt ma reggel kértem a kedvenc szervizesemtől, mert hogy az enyém a kocsiba maradt. Azt mondja, ad egyet, de jövök egy szívességgel. Jó van, no visszahozom nektek, ha kell. Este azt mondja, nem kell. Na, hát vas. Kurva nehéz. Nem is bírtam tovább tolni a slidert majd. Arra mindegy, most lekötjük ezt, meg ezt, és akkor majd utána megint elhúzzuk ebbe az irányba. Hát úgy látom, van spani, ma is kérdeztem, hogy van-e spani a gépen. Van, csak ki kell gobancolni. És már innen látom, hogy be van rohadva, mint az állat, de szerencsére van nálam VD40. Hát igen. Igen. Egy drop, stókon trendben. De nem egy nagy valami. 38 km. Armed. Most így nézünk ki. Négy spanit raktam azokra is. Meg ezekre is. Erre a kevésre meg kettőt. Ó! Morning! Hát rendesen meg lehet sülni, olyan meleg van. Az év első pólós időszaka. Komolyan. 12 fok van már korán reggel, és valami 18-ra lehet ma számítani. Ja. Valaki eltökítette azt a faszafát, amivel szoktam meghúzni a spanit. Nem tudom, minek kellett kidobni innen. Pedig azzal sokkal könnyebb dolgozni szerintem. Na mindegy. Döntsenek legjobb belátásuk szerint, majd szerzek valahonnan egy másikat. Na nézzük, mennyire retkes. Annyira nem is retkes, hogy mutassam. Nem koszos amúgy annyira ez az autó, hát ugye én takarítom minden nap, itt legalábbis.
Ezt én takarítom minden nap. De én szeretem ezt a kocsit. Tudják, oda bent is azért adják ezt nekem, hogy olyan körülmények közt dolgozzak, ahol jól esik. Nekem jól esik ez az autó. Néha szar, néha szar a váltója, meg ilyenek. Betelefonálok, jönnek, megcsinálják. Minek aggódjak ilyenekben, nem? Jaj, nincs még hír a kocsiról. Tegnap felhívtam. Mondtam neki, ha már ott van, akkor a gázolaj szűrőt is cseréljük már ki, mert a múltkor elfelejtettem mondani neki. Ki lesz cserélve az is. Gondolom újkora óta senki nem cserélt rajta gázolaj szűrőt. Én vagyok az egyetlen, akinek ez eszébe jut. Hát megcsináljuk, hát ugye tervezünk még azért ezzel a kocsival egy legalább egy 2-3 évet. Szóval megéri megcsináltatni. Na! Mondjuk ezt letörölhettem volna azelőtt, hogy kezet mosok. Logikusabb lett volna. Szerintem egy órába telt lekötni a cuccot, hát kb. A... Na, most, hogy ez is megvan. Sterilek vagyunk. Hát képzeljétek el, tegnap abban a pillanatban elkezdett szarakodni a navim, ahogy elkezdtem dolgozni, értelemszerűen. Úgyhogy ma elhoztam a tartalékba kapott, a TomTom Service-től kapott vadonatúj tartókonzolt. Ennyire új. Hallottad? Ennyire új. Várjál, meg tiszta retek az üveg is. Nem tudom, mit csinálnak, ezek rácsuláznak a tapadókorongra, tudod, hogy... Undorítóak az emberek. Nem tudom, miért kell rácsulázni. Nekem soha nem kellett még. De... Nem vagyunk egyformák. Ups. Na. Így. Megsimogatod, megbecézgeted, aztán hát ezt használt, majd tárbasztak vele. Na baj. Ja, de hülye vagyok. Nem szóltak, hogy nem dugom be a kábelt előtte. Mert ez volt az utolsó tippem, hogy mi baja lehet még. Ugye? Hogy maga esetleg a konzol szar. Aztán, hogyha ezután is szar lesz, hát akkor maga a navi szar. Ezen nincs mit szépíteni. Na. Bár én azon is csodálkozok, hogy így 2 hét szabja után még egyáltalán bekapcsol. Ez is csoda. A akkumulátort kellene benne cserélni, de hát... Már erre a kis időre én már minek cseréljek akkumulátort? Még egy laza 40 év, azt megyek nyugdíjba. Hol az a szar? Na. Lőnavigáció. Portable Navigation System. Na. ST4-be megyünk. Azt mondja, itt egyszer van 22.615 kiló, meg egyszer van 2471. Ez nem rossz.
ez nem rossz. Annyiban jó ez egyébként ez a vasas firma, hogy itt ugyebár címre kell menni. Úgyhogy indítok is nektek egy kijelző felvételt most. Ja, már be is van ütve, igen. Itt pont nincs semmi. Azt mondja, hogy... Mi volt az? Írd már ki, hallod? Na, azt mondja, hogy Barker and Son Engineers Toronto Barker. Barker, most hülye vagyok hozzá, Barley. De kurva jó, nincs is ilyen cím. Duke Street. Ah, itt van. Érted? Vagy a pin teszi le, vagy kiírja. Ez a Barker's Fencing. Ez lesz az. Nyitás 8:30, hát nem kapkodják el, szóval ide megyünk. Így. Ez 78 kilométerből. Mi itt megyünk. Ezen. Városban megyünk, itt csak 48. Mi lemegyünk a bundásra, mert jobban szeretek ott menni. Szép a táj arra. Majd meglátjátok. ST4-3NS. És meglepődnék, hogyha működne most a navigáció egyébként ezzel így. Nagyon meglepődnék, hogyha ez lenne a baja. Potom 20 fontért már lehet kapni ilyen tartókonzolt egyébként az interneten. Meg 10 font a kábel. Ugyebár. Úgyhogy aztán el lehet itt költeni a világ összes pénzét is erre. Hogy jó legyen a navi. Hát most már harmadik éves. Úgyhogy... Ösztömeg. Micsoda? Ösztömeg. 4,44. Ezt mondja tonna. Na, még fel kell írni a 2 kilométert. Itt nem tudom minek kell, de itt fel kell írni. Kezdő kilométert ezeknek. Hogy hívtam az Apple-t, várjál! Szabin, visszaviszem ezt a szart, mondom nekik, adjanak egy másikat. Úgy megcsináltuk live chaten ilyen telepátiával megcsinálták. Azt mondták, jó lesz. Na mondom, persze. Na nem tölt az egyik fele. Rendesen. Aztán megnézték, hogy milyen szoftver van rajta, hányas verzió, meg hogy nincs-e benne, tudod, a tokba semmi ott, ahol érintkezik. Úgyhogy talán az a baja. Hát ugye nincs benne semmi, nem az volt a baja neki.
aztán ebbe állapodtunk meg, hogy akkor most jó. De hát ugye nem tudjuk még. Na, rakom ki a szélvédőre a kamerát, aztán hogy tudjátok nézni a tájat. Ugye? Bedobott valami hibakódot, azt írta ki, hogy see manual, és akkor kirakott egy villáskulcsikont, meg visszavette a gyorsulást is. Talán nem gyorsult olyan intenzíven, ahogy kellett volna neki. Na mindegy, hazamentem vele. Leállítottam, visszaindítottam, úgyhogy eltűnt a hibakód, meg ma reggel sem volt benne. Na, jól nézzünk ki, már ez is bedöglik, aztán a végén már egy autónk sem maradt. 6000 pár száz kilométer van benne, de amúgy 4500 mérföld van benne. Szóval nincs benne 10000 kilométer, és már dobálja a hibakódot. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy öreg vagy új autód van. Előbb-utóbb minden megáll. Nem az a kérdés, hanem az, hogy mikor. Éppen hol leszel vele. Éppen a nap melyik napszakában gondolja úgy, hogy nem megy tovább. Szóval, ilyen ez. Ennyit vezettem, egy óra 15 percet. Itt a bundásom végig. Fenton. Fenton az ez a sáv. Megvan rakva ez is. Fostalicska DAF. Elég bír elindulni vele. De nagyon élvezem most azt a pólós időt. Most két hete, sőt ez a harmadik hete, tökéletes idő van. De sajnos a jövő héten már jön az eső, meg a borult idő. Úgyhogy ennyi van, még a hétvégén jó idő lesz, aztán hétfőtől már nem. Nem feltétlen fog esni, de a napot már nem fogjuk látni valószínűleg.
nézzük. Kemény jobbra. Tesla, ma már az a, azt hiszem az a hatodik Tesla, amit látok. De nincs elég Tesla a szigeten. Hazudok. V.H. Barker. Ez az. És esni annak a szarnak, hát nem hiszem el. MV Welding, ez nem az. Tököm tele van, majd minden leesik. Na hát itt van egy kapu. De hogy ez lenne az, vagy valami más. Ez egyelőre rejtély. Na nézzük. Azt mondja a következő, hogy menjek jobbra. Látom a kapu előtt szerintem, azt mondja. Ezt fel kell menni valami rámpára. Itt kéne neki jobbra fordulni. Hát itt most pont állnak. Azt mondja, várjak az úton, de hát úton van a... Érted? Na most már hely sincsen. Kérdezzétek, mi lesz ebből, mert fogalmam sincsen. Állítólag itt a végén van valami rámpa, arra fel kell másztak. Itt el kell fordulni majd jobbra, és akkor ott van valami, csak fel kell menni. Aztán valami történni fog.
Ez itt a rámpa szerintem. De aztán, hogy itt merre tovább, valakit mindenképpen meg kell kérdezni. Nem mutatták meg pontosan, hogy hová kell állni. Azt mondták, jöjjek el jobbra, menjek fel a rámpán. Valakit meg kell kérdezni majd. Lehet, hogy itt szedik le, aztán berakják ide a raktárba, ide kintre. De hát nincs túl sok hely, hát arra el se bírok menni. Itt balra. Hát hogy fogunk mindenki menni? Hát lett ez gondolva egyáltalán? Jár ide gyerges szerelvéd egyáltalán? Hogy én vagyok az első? Hi! Yep. Notes. Azt csak úgy mondom, figyelj, hogy itt amúgy nem is lehet arra körbe menni. Hát ott hátul... Na várjatok, mutatom. Na tehát ott hátul... Hát ott hátul nincs kijárat a Google Maps szerint. Tehát itt csak jobbra lehet menni. Jobbra, és akkor úgy visszafordulok. És akkor ott balra fordulok, ha kibírok fordulni, és akkor úgy megyünk ki az útra. Tehát akkor itt jobbra kell majd mennünk. Hát elment a csávó, elvitte. A papírt. Úgyhogy most várunk, hogy visszajöjjön és megmondja, hogy mit szeretne. Kész is vagyok. Egy órát vártam targoncásra. Még legalább egy másik óra volt, míg leszedtek. Most fél egy van. Hát ez itt a kijárat. Nem túl széles. Gondolom, ott kell kimenni szembe, az a legegyszerűbb. Máshova nem is tudnék menni innen már. Így van. Na kérdezzük meg a céget, hogy
merre menjünk tovább. Ott van a beígért 20 fok, még több is, mint amit ígértek. Na, itt van a videó vége. Felveszem itt a holnapi melót, vagy magamnak, vagy valaki másnak. Vissza beviszem, aztán végeztem. Még be kell érnem 6 előtt, hogy haza tudjak menni, ne kell taxiznom megint. Aztán ma szerda van, nem kaptam hírt a kocsiról, hogy mi van. Lehet, hogy valami más baja is van azon kívül. Azt ja, hát végül is a féltengelyt kell kicserélni mindkét oldalt. Aztán, hát azt nem is tudom, hogy mennyi idő egyébként. De elég mocskos melónak tűnik, hát gondolom le kell szedni a kereket, meg ott nem tudom, nem láttam még ilyet cserélni. Úgyhogy nem tudom mennyi idő. De van még 2 nap. De ha más nem, akkor ott tudjuk adni jövő hétre is. Are you right? De hát nagyon nem kéne. Hát vagyunk itt. Azt mondja, hogy mi ketten vagyunk üresek, egy targoncás van. És az is valami mással van elfoglalva. Még siettem, ahogy tudtam. De lehet, hogy ez is kevés volt. 4-ig van nyitva ez a cég, nem tovább, úgyhogy annál tovább egy percig se raknak, az biztos. Volt olyan, hogy kint kötöttem le, mert itt megraktak 4 előtt, egy pár perccel, és ki... Hú, kávé. Szóval itt ugye megraktak, és akkor kihúztam, és akkor ott kötöttem le kint. Mondták, hogy nem fizetik a túlórát, nekik egy percet se. Azt mondja, hogy csávó 20 éve itt dolgozik, azt nem fizetik a túlórát. Azt mondom, minek dolgozol itt 20 éve? Nem értem, hát itt Manchester, itt a Trafford Park, hát ez egy elképesztően nagy iparnegyed itt Manchesternek, hát ez egy több milliós város. De nem hiszem, hogy nincsen más ott targoncás munka, csak itt. De hát az emberek hajlamosak beleszokni, meg benne maradni a kényelmes rosszban, ahelyett, hogy ugye keresnének egy sokkal jobbat. Keresni kell, meg megint másik társaság, meg megint másik cég, meg ilyenek, de úgy lehet haladni előre. Na mindegy, megyek rakodni, aztán találkozunk a következő videóban. Szevasztok!